Szép napot kívánok nektek, szevasztok, ez itt a Magneton Spotlight, én Miskovics Marci vagyok. A mai vendégem egy kőkemény rapper, akinek kirobbanó sikerei voltak az elmúlt 6 évben. Ugye most a sajtó az visszhangos volt az ő nevével, nagyon sokat írtak róla, Majkával való szétválásáról, ők tüzönvizen együtt voltak. Viszont én azt gondolom róla, hogy egy nagyon tehetséges fiatalember, és itt van, és beszélget velem. Curtis, szia, szevasz! Azt áruld el nekünk kérlek szépen így első körbe, hogy honnan jött neked a Curtis név? Ezt szerintem sokan nem tudják. Igen, BLR barátom nevezett egyébként el így. Ugye azt is kevesen tudják, hogy én igazából vele kezdtem el ezt az egész hip-hop meg rap balhét. Ugye ő is újpesti srác, mint én. Külön telepen laktunk, de ő is azt hitte, hogy csak ő rappel Újpesten, meg én is. És aztán volt egy közös barátunk, aki mondta, hogy nem csak te rappelsz Újpesten, és neki is elmondta. És akkor így összehozott minket, és akkoriban jelent meg kb. A 50 Centnek a filmje, vagy az első lemeze, nem tudom már pontosan, de ugye hát neki a polgári neve Curtis Jackson. Uh-huh. És akkor a Geri, meg ez a barátom, amúgy Lupo barátunk, egy csodálatos fiatalember. Ő is újpesti. Igen, ember. Ő is. És akkor ők elkezdtek heccelni vele, hogy olyan vagy, mint Curtis, olyan vagy, mint Curtis. De addig még nekem nem volt így művész nevem, és akkor, amikor ugye komolyra fordult ez az egész rap biznisz, akkor mondtam, hogy hát akkor legyen Curtis. Mondom, úgyis az a lényeg, hogy milyenek a dalok, milyenek a szövegek, most akkor legyen Curtis, és akkor ez maradt. Profi focista is voltál, profi foci játékos, meg nagyon szeret szurkolni is, ezt azért szerintem sokan tudják rólad. Hogy kezdődött neked a foci? Én elég korán meglettem fertőzve a labdarúgással és magával az Újpestnek a szeretetével, szerelmével. Nekem ugye az összes fiú testvérem kijárt meccsre. Főleg a legfiatalabb bátyám, a Csabi, ő egyik csoportnak is a tagja, és ő vitt ki, bár elég korán 5 vagy 6 évesen kivitt egy mérkőzésre, és hát nekem az annyira tetszett, hogy ott a kerítésre másznak, az emberek dobolnak, kiabálnak, tapsolnak, akkor füstbomba van, és nekem ez nagyon tett, megfogott ez az egész légkör, és onnantól kezdve én azt mondhatom, tényleg ilyen 6 éves koromtól kezdve én rendszeresen, amikor időm engedte, vagy kivittek először, még amikor kivitt a testvérem, vagy hogyha a tévében volt a meccs, akkor én biztos, hogy ott voltam, és szurkoltam az Újpestnek. Innen jött aztán később, hogy ugye nálunk a lakótelepen nagyon sok dühöngő volt akkor, most már egyre kevesebb, vagy most már ilyen nagyon EU-kompatibilis, ilyen rekordtános, ha elesel, semmi bajod nem lesz, pályák vannak. Akkoriban ilyen betonpályák voltak vaskerítéssel, ami szerintem hülyen tükrözi, hogy hol szocializálódtam, és hova tartottam, valami börtönbe, hogy tényleg konkrétan úgy nézett ki, mint egy ilyen börtös étáló. Úgy néztek ki régen a dühöngők. És ugye a testvéremékkel én lejárhattam, nem mindig játszhattam, de azért próbáltam. Eleinte azért nem játszhattam, mert nagyon fiatal voltam, aztán mikor meg már ugye az Újpestbe fociztam, akkor meg már azért nem járhattam, mert sokkal jobb voltam, és mindig idegesek voltak rám. Szóval ez egy ilyen ördöglakat volt. Miért hagytad abba a focit végül? Egy térsérülés vetett véget igazából az én pályafutásomnak, egy egyszerű kupameccs volt, ahol én felugrottam fejelni, hát akkor megint csak azt mondhatom, hogy nem ilyen gyeptéglás, mint mondjuk egy gruppamába, vagy most már azért elég sok stadionban, hogy olyan gyeptégla van, mint a biliárdasztal, és hát felugrottam fejelni, és egy ilyen fűcsomóra érkeztem, és az én térdem így kifordult, így keresztszallag, szakadás, stb. És akkor nekem már előszerződésem volt, Németországba mentem volna ki egyébként az év végén. Ugye amikor ezt megtudták kint a Bochumnál, akkor mondták, hogy a szerződés, Ati, akkor most ne gyere inkább, maradj otthon. Ez nekem már eleve így nagyon rosszul esett, meg rosszul érintett. De a rehabilitáció után sem ment, ami előtte könnyedén mentek mozdulatok, azok is nehézkessé váltak. És hát úgy döntöttem, hogy van elég bohóz sajnos a magyar labdarúgásban, nem kell még egy. És így akkor én inkább azt mondtam, hogy abba hagyom. És akkor jött az én hobbim, előlépett, hogy akkor rapsztárok leszünk. Akkor jött a zene, gondolom, akkor, amikor sérülésed volt, akkor kezdtél el azért így szövegeket írogatni, elkezdtél rappelgetni, nyilván mert pihenned kellett. Viszont Majkával ti hol vagy? Hogyan ismerkedtetek meg? Azt is kevesen tudják, hogy nekem a testvéreim nagyon sok budapesti szórakozó helynek a védelméért felelnek.
ezeken a szórakozó helyeken akkoriban ugye a Peti elég gyakran megfordult, mint fellépő, és mint szórakozni is. És ugye őket ismerte először a Peti, és akkor a testvéreim mondták, hogy amúgy van nekik egy öcsük, akik eleve én nagyon szerettem a Petit már a villában, ugye akkor én 14 éves voltam, amikor a villában volt, én már akkor őt szerettem, és akkor ebből jött az, hogy mondták a testvéreim neki, hogy van egy öcsük, aki rappelget, és hogy még ráadásul szereti is őt, és hogy meghallgatná a demót. Hát ez annyiba maradt, mondta, hogy akkor pont már nem akart rappelni, vagy éppen erről volt szó, hogy ő annyira már ezt a vonalat nem, ő akkor tévébe gondolkodott. És akkor én így csináltam egyedül. Akkor találkoztunk egyszer, de így elmondta korrektül, hogy most ő a tévét részesíti előnybe. Akkor én elkezdtem csinálni ugye a saját dolgaimat, Dürer kertek, akkor ott nyertünk díjakat a Gerivel, stb. Ilyen underground rap versenyeken. És akkor volt nekem egy dalom, vagyis egy dalunk, a Szotyi van címmel. Akkor az, aki jöttünk, utána rám írt Facebookon egy Majoros Péter nevű ember, de egy olyan profilképe volt, mint amit így lefotózol a tévét. És azt hittem, hogy kamu a profi. Mondom, hát nyilván nem egy ilyen képet tesz föl, hogyha ő az, hogy a tévét lefotózza, hogy benne van. De ő volt. De épp hogy egy de ilyen amúgy ő volt az. És mondta, hogy ez nagyon jó az a szám, és hogy mégis lenne egy dal, amit megcsinál velem. Na itt derült ki, hogy hazudott. Az előző számok nem tetszettek neki ezek szerint. Na mindegy, azóta mindig mondtam is neki, mondtam, te rohadék, miért nem árultad el, hogy nem tetszenek azok a dalok, és csak vártad, hogy jó dal csinálj. És akkor mondta, hogy van mégis egy dal, hogy akkor azt megcsinálhatnánk. Akkor is föllépett Pesten, pont a napokban valahol, még a Jocikával, Pápaival, és meghívott oda, hogy menjek le, és akkor ott meg is beszéljük a részleteket. És akkor lementem, ott lenyomták a bulit, utána meg is beszéltük, megkaptam az alapot, és akkor én fél óra múlva küldtem neki a kész szöveget, ez volt a Bomba vagy Bébi. És akkor, hát szerintem itthon hip-hop és rap kategóriában az volt az első olyan dal, ami milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Most nem tudom, 4,5 millió, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon hamar milliós nézettsége lett. És mondom abból, hogy egy dal lesz, onnantól kezdve már nem tudtunk szétválni. Hát onnantól kezdve azért meg elkezdték ezt a formációt szeretni, és el is kezdték rendelgetni ezeket ugye a bulit. Uh-huh. Hát de úgy, hogy mi nem próbáltunk, meg nem értettük, hogy mit rendelnek, hát egy dal van. Nyilván neki vannak dalai, nekem is volt akkor már azért egy Újpesten egyedem, egy Fel kell a nap, amit úgy szeretnek. Volt ugye egy közös, meg azért a Petinek azért voltak akkor már voltak slágerei. És akkor ki is találtuk, hogy jó, hát rendelik ezt az egészet, akkor az maradjon. Mert ez tök jó dolog, meg tök jóba is lettünk, ugye nagyon egy hullám hosszan voltunk, azért tényleg hamar így barátság lett kettőnk között, és akkor csináljunk egy második dalt is, hogy akkor azért már két dal, és akkor kettőt hozok én, ugye akkor még ezek a haknik mentek, kettőt viszek én, lesz két közös, meg két dalövé. Jó, mi legyen? Hát a második a Belehalok volt. Hát onnantól kezdve már ugye nem volt megállás, tényleg akkor is mondom, a Bomba vagy Bébi után megrendeltek minket heti két-három bulira, hát onnantól meg a Belehaloktól, meg hétfőtől hétfőig tudtunk menni, hogyha akartunk. Onnantól kezdve őrültek háza volt. Ezt akartam mondani, hogy amikor a Belehalok berobbant, és tényleg láttátok azt, hogy úristen, most itt mi van. Mit éreztetek? Vagy te mit éreztél? Mi volt az első gondolat? Vagy második? Hát ugye az első, akkor szembesültünk vele, amikor ugye föltöltöttük ezt a YouTube-ra, ezt a klipet, és másnap reggel ránéztem, hogy mondom, mennyi a számláló, mondom, biztos, mondom, mert azt azért érzi az ember, hogy egy jó dal csinál. És tudtuk, hogy jó dal lesz, de és akkor nézem, mondom, 35 ezer, mondom, nem is olyan rossz. És mondom, mi? Egyes, mondom, ez 350 ezer. És már hívott a Peti. Azt mondja, látod mennyi? Mondom, mondom, biztos, hogy valami elromlott, mondom, hogy? És nem. És ő is, ezt én sem hiszem el, és teljesen. Az mondjuk nekem egy nagyon jó visszaigazolás volt, mert nagyon sokan, sőt, mindenki azt mondta, amikor abba hagytam a focit, hogy hülye vagyok, és hogy főleg, hogy akkor ezt bárkinek elmondtam, hogy
Jó, oké, abban vagyod. És mit fogsz csinálni? Hát, rapper leszek. Jó, de hogy mit fogsz dolgozni, mert hogy ez tök jó, meg minden, de hogy mi lesz a munkád? És mondom, rapper leszek. Ah, jó, akkor majd beszélünk, oké, és tudod. Hát ez tényleg, főleg most anyámnak ezt elmondtam, hogy rapper leszek. Hát egy dolgos asszonynak, aki az egész életét végig dolgozt, és akkor ezt mondod neki, hogy rapper leszel, akkor azért így elgondolkodik, hogy atya úristen, ez mi van a fiammal? Uh-huh. Ezért neveltem. És igen, szóval nekem az egy tök jó visszaigazolás volt, hogy én már akkor tudtam egyébként, mikor ebbe belevágtam, hogy más, amit én csinálok, más, amit én írok, és most tényleg nem nagy képűségből, de tényleg tudtam, hogy ez egy jó dolog lesz. Akkor ugye még Majka Curtis BLR trióként mentetek, viszont konkrétan a Majka ugye visszamondott egy Viva Comet jelölést is, hogy egyedül akarták jelölni, és hogy így a triót jelöljék. Volt is egy ilyen, annyira erős volt. Aztán egyszer csak ugye a BLR az kivált valamiért. Itt mi történt pontosan, vagy mi volt akkor annak az igazából nem komoly dolog nem történt, annyi történt, hogy a Geri úgy gondolta, hogy ő egyedül szeretné folytatni. Ő nem szeretett volna így csapatban működni. Ezt tőle kéne megkérdezni, lehet, hogy neki... De mondom, azóta is dolgozott, szóval csinált nekünk alapot, ugye most is csinál nekünk zenéket, szóval meg jó a kapcsolat, szóval nem az volt, hogy mi összevesztünk, hanem ő mondta, hogy hát ő egyedül szeretne fellépni, egyedül szeretne megvalósítani magát, ennyi történt igazából, és hát hála Istennek, hogy most azért, ahol most van a Geri, szerintem be is ért, nyilván azért nem egy-két hónap volt, De őt igazolta, hogyha úgy nézzük az élet, mert most egy olyan formációnak az oszlopos tagja, ami megkérdőjelezhetetlen ugyanúgy Magyarországon, mint akár mi Majka Curtisként. 6 év kirobbanó siker Majka Curtisként, megkérdőjelezhetetlen. Mit éltél meg ebben az időszakban? Tehát, hogy most összességében nem feltétlenül csak a belehalok siker, hanem úgy unblock ez a 6 év. Ez milyen volt neked? Gyors. Nagyon kevés dologra emlékszem, több okból kifolyólag, amit ugye most már média is lehozott, de mellett tényleg egy kis gyerek, egy külvárosi gyereknek az álma volt ez egész, ez a 6 év. Mind sikerben, mind mindenben. Szóval tényleg, ezt már nagyon sok helyen elmondtam, ezt a sztorit, hogy amikor én gyerek voltam, és állunk a telepen, mindig az volt, hogy kinek van a legmenőbb cipője, ez ilyen nagyon komoly dolog, de hogy tényleg, és én nagyon szerettem volna gyerekként egy Nike cipőt. És az egyik születésnapom előtt meg volt ígérve, oké, megvan a Nike cipőt, haver, születésnapodon megkapod. Én nagyon vártam, ugye reggel fölkeltem, megyek ki, hol van? Hát ott volt a Nike cipő, de a bátyámnak a kinőtt Nike cipője. Szóval ez a sztori, ugye amikor a belehalok meg megjött, és akkor megkeres a legnagyobb sportruházat, hogy hord a cipőjét, és még ők érzik maguk megtisztelve, hogy fölveszem, és na ezek a sztorik, hogy ezek tényleg egy külvárosi gyereknek, aki aztán az álmában él, és tényleg a hobbi a munkája, és ilyen dolgok érik, akarva akaratlanul is, ugye hát aztán egy olyan máborba kerül, plusz még rá is segít a mámorhoz, akkor így elveszti önmagát. Hát ez így nálam is sikerült teljesen. És aztán jött a ominózus szakításotok a Majkával. Most egy picit viszont az elmúlt fél évről mesélj, hogy hogyan telt neked, mit éltél át az elmúlt fél évben, akár mondjuk onnantól az ominózus szakítástól. Hát ugye én az elején nagyon megsértve éreztem magam, elárulva éreztem magam, inkább azt mondanám, ami abban a formában így meg is maradt. Szóval nálam ez nem fér bele, hogy mondjuk a barát, akiről nyilván mindent tudok, ugyanúgy én is a Petiről, és aztán tudod, elmond a nagyvilágnak valamit. Szóval aztán nyilván ez a sértettség, meg így az idő múlásával ez így csillapodik, stb., meg hát már visszacsinálni nem lehet ezt a sztorit, el kell engedni az embernek, mert hogyha a múltra mindig visszatekint, akkor nem kifele néz, és nem a jövőjén gondolkodik, én meg a jövőbe szeretnék élni, nem a múltba. Így most már én, így ez a fél év, nagyon sok minden rossz volt, ugye. Én rajtam nem segített az a szituáció, hanem még inkább levitt a pokolba.
Emellett még ugye volt ugye a tévéműsor, amit csináltam, voltak fellépések is, ez így össze, ugye ennek az egyvelege így azért elég erős volt. Emellett már azért a párommal is a kapcsolatom akkor már nem volt annyira rózsás, mint kellett volna lenni, nyilvánvalóan az én hibámból. És éreztem, hogy ahogy tudom, most már nem tudom ezt tovább húzni. Szóval nekem muszáj valami olyan radikális lépést tennem, mert ha nem teszem meg, akkor vége van mindennek. Szóval én szerintem tényleg ilyen célfotóval mentem be ebbe a rehabilitációs központba például. Szóval még várok egy hetet, vagy kettőt, vagy pár napot, már vége az egész történetnek is, és nem tudok ebből kijönni jól. Szóval igen, nehéz volt nyilván, amikor minden nap arról ír valamelyik újság, hogy nézett ki a Curtis, hogy nem tudott elmenni fellépni, hogy cserben hagyott ezt, hogy a Majorosnak igaza volt, hogy minden nap ezt kapod. Szerintem nagyon sok előadó, hogyha szerintem 2-3 hetet átélne ebből, a bajna a pályafutását is nem tudta volna ezt végigcsinálni. Igen, kellett hozzá akaraterő, és nem is magam miatt, hanem tényleg mondjuk belegondolsz te is, hogy mondjuk nekem ott egy édesanyám, aki ezt megkapja az újságot, és azt látja, hogy a címlapon, hogy a fia is nagy betűkkel, hogy kábítószeres, és hogy akasszák föl, vagy érted? Szóval ezt azért nem is magam miatt, mert rólam, hát én már megszoktam a fekete bárány szerepet, tök jól áll a jelmez. Inkább én a mögöttes dolgokat néztem, hogy tényleg anyukám, mondjuk a kedvesem édesanyja, hát neki is basztus, mit gondoltad, hogy persze. Úristen, kivel van a lányom együtt? Hogy... És most, amióta mondjuk kijöttél, azóta hogy érzed magad? Remekül, sose voltam ilyen jól. Szóval amikor mondják, hogy olyan leszel, mint régen, hogy én nem olyan lettem, mint régen, én sokkal jobb ember lettem, mint valaha voltam életemben, sokkal több erőm van, sokkal kitartóbb vagyok, tényleg azt mondhatom, hogy és ugye az, hogy kijöttem, azzal nem lett vége ennek a... Ezt is jó is, hogy kérdezed, mert ugye sokan támadtak, hogy 6 hét alatt nem lehet meggyógyulni. Hát én ezt tudom jól, 6 hetet kellett bent lennem ebbe a rehabilitációs központba. A többit azt meg tudtam oldani, hogy kint folytatom, és heti 3 alkalommal kell mennem ugyanúgy egy munkatárshoz, akivel csinálom a tréningeket és a további lépéseket. Ez amúgy egy 7 hónapos program, de igazából ez az életed végéig ezt tudatosan kezelve tenned kell érte, és szuperül megy, szóval ahhoz, hogy sziklaszilárd legyek, én azon vagyok, az 7 hónap, de már most sajnos ugye a munkámból, vagy a munkánkból kifolyólag nap mint nap, vagy legalábbis hétvégén, de biztos találkozol olyannal, aki vagy alkoholt fogyasztott, vagy kábítószert, vagy gyógyszerfüggő. Ugye én ahogy kijöttem, egy fellépéseim voltak, és találkoztam minddel, és hidegen hagyott a dolog. Egyébként az alkohol, nem az alkohol miatt mentem be, hogy leszokjak arról, de időközben, jó mondjuk, most voltunk egy steakhouse-ba, a hús mellé ittam egy vörösbort, de ennyi. Szóval az is fontos, hogy ezek a tréningeken, hogy a mérsékletesség, stb., hogy mindent lehet, csak módjával, mármint az alkoholt, azt lehet módjával nyilvánvalóan. Elkerülhetetlen a kérdés, mert egyébként ha veletek kapcsolatban olvastam bármit, akkor mindig az volt, hogy lesz-e újra Majka Curtis, lesz-e közös dal, lesznek-e közös fellépések. Egyrésztről lesz-e ilyen, beszéltek-e a Petivel, ha igen, milyen viszonyban vagytok, illetve mik neked most a közeljövőben a projektjeid, miken dolgozol most? Igen, mindenkit ez mozgat, hogy lesz-e újra Majka Curtis, vagy Curtis Majka produkció, dal, klip, koncert, szerintem ez a lényeg most egyelőre. Beszélünk. Semmilyen a viszonyunk. Az a baj, hogy ugye, ahol mi voltunk, az a szoros barátság után az, hogy beszélünk, az olyan semmilyen. Most én, igen, van, hogy fölhívjuk egymást, például ugye most jelöltek minket 3 dallal is ugye a fonogramra, beszéltünk ezügyben is hívott, beszéltünk más ügyből kifolyólag is. Egyébként érdeklődik, szóval tök korrekt, hogy érdeklődik, hogy vagyok éppen, hogy mennek a dolgok, stb. De nem ez a lényeg, hogy most mi fogunk együtt zenélni, mert az a produkció, amit most a Peti folytatott a zenekarunkkal,
azt mi kulcsa, úgymond kulcsa készen megvan. Azt mi megcsináltuk. Az felesleges, az most tényleg ilyen olyan lenne, amit írnak sok, vagy írtak akkor, hogy ez egy kamu kitalált sztori. Most én értem, hogy én elég hülyének nézek ki, de ilyet kivállal be. Szóval azért ez kicsit erősett volna, főleg úgy, hogy Magyarország top 3 zenekarában voltunk, így felesleges, mert hogyha azt mondom, hogy hanyatló tendenciát mutatunk, és találjunk ki valamit, Peti, oké, veszünk össze, és mondjuk azt, hogy drogos vagy, de jó, ez milyen jó ötlet, mondjuk azt. Hát ilyet kitalál ki, nyilván nem talál ki, hogy akkor lehet, hogy más, inkább azt mondom, hogy akkor hogy megcsalta a nőm vele, vagy bármi, de ilyet nem talál ki az ember. Igen, szóval azt mi úgy összeraktuk azt a produkciót, hogy most az felesleges hozzányúlni. Plusz mondom, most hogyha visszamennék, vagy, de nincs is erről szó, de mondom, hogy akkor most igazat adnánk azoknak az embereknek, ami nem lenne igazuk, de úgyis azt mondanák, hogy nekik volt igazuk. Nem, én most csinálom a szóló lemezemet, egy kis lemez fog érkezni április 28-án, legismertebb senki címmel, ők csinálják, hát hatalmas bulikat csinálnak azért, hogyha utána nézze, hogy lát, biztos látod, azért a Peti is megossza, meg különböző fórumokon nézettségeket döntet, vagyis hogy nézőszámokat döntenek a fesztiválokon, az aréna showjukon, az egy tök jó cucc. Az minek hozzányúlni most? Megint azt mondom, hogyha most oda megjelennék, jó, biztos nyilván a közönség imádná, meg örülne, de mondom, felesleges. Az most jó így, ahogy van. Én megcsinálom a saját dolgomat, én most szeretnék egyedül. Mert ugye én nagyon sok dalszöveget, vagy sem majdnem mindet együtt írtuk. És nagyon sok dalszöveget írtam most bent is. És én ezt szeretném megélni egyedül, ezt én szeretném most megcsinálni egyedül, véghez vinni egyedül. Szerintem itt az ideje, azért most idén 30 éves leszek már, itt az ideje. Hát akkor előre is boldog szülinapot, és sok sikert kívánunk neked, Curtis, mert egy nagyon tehetséges rapper vagy szerintem itthon, úgyhogy további sok sikert, és várjuk a lemezt. Ez volt a Magnaton Spotlight, Curtis, Miskovics Marci, szevasztok, köszönjük, hogy néztetek.